Balatoni Mátyás egyházzenész neve bizonyára sokak számára ismert. A Pécset élő zenész, aki a hétvégén ünnepli 81. életévét, és ezúttal is gratulálunk, az egyházzenei szolgálatnak szentelte életét. De nem ezen a pályán indult el. Hogyan lett többől egyházzenész? Hát árva gyerek lettem, apám korán meghalt, és azt mondták, tehetséges vagyok, de nem tudtam tanulni, mert hát nem volt anyagi lehetőség, és bizony másfél évig béreslegény lettem pusztán. És a tanító gárda már, hogyha nem nyugodott bele, adta közre hirdetéseket, és akkor jelentkezett két hölgy mágocsan, akik hát párfogásra vettek. Bocsánat, kikétőség volt, hogy pap legyek. Hát vállaltam a dolgot, bár nem meggyőzésből, ezt meg kellene össze, hát kénytelen voltam, és de Ausztriába küldtek egy rendkívül komoly iskolába, ahol elcsörendő nyelvészeti képzést kaptunk, egy zeneképzést. És hamar hát felfedezte a tehetségemet, és már az első évben jól tanultam orgonálni, gyerekkoromban is mindig érdekelt az harmónium orgona. Tanultam több hangszert, zongorát, csellót és bőgöt is szakszerűen. De nem maradtam kint Ausztriába, hazajöttem negyedik után, de darabig egy évig egy ilyen világi hallgató volt a Piuszi gimnáziumban, volt egy tanár, Horváth Mihály, elsőrendű zenész volt, a fia világfűré, ez a Horváth Jós világfűré, a Mozarteum igazgatója volt Salzburgban, az nagyon foglalkozott velem is, hát mindig azt akarta, hogy hát zenész legyek, de nevelőim ragaszkodtak, hogy pap legyek. Folytattam már később a teológián, a tanulmányokat, Pécset, de negyedik évben a teológián kiléptem, mert hát nem volt hivatásom. És én éreztem, ha pap leszek, akkor igazán Krisztus szavát követem tettben, vagy pedig hát nem lesz egy pap, nem tudtam vállalni. Kiléptem 42 őszén, nagyon nehéz körülmények között, nem volt anyagi lehetőségem már, az egyetem megkezdődött, nem tudtam szálláshoz jutni, az egyetemre fölvettek zenei vonalon, és tudtam elhelyezkedni. Viszont két hétig Budapesten, a Dunaparton voltam, az Erzsébet híd alatt, ott aludtam. És a végén aztán a páros szerzetesek fölkarultak, ott kaptam szállást, de hamarosan igazán isteni szerencsém volt, Isten tartott kezében, mert az akkori japán követően 8 gyereke volt, és 4-et kellett tanítanom, kellett foglalkozni, instruálnom. És hát mondanom se kell, többet kerestem talán, mint egy egyetemi tanár. Őszben jártam az iskolába, de egy év után sajnos behívtak. Pedig nem is voltam szorozáson, ennek megvan a politikai oka, hogy miért. Végigcsináltam a hába egy részét, aztán a 46. januárban hazajöttem, később folytattam tanulmányomat, de 48 végén alig volt már fél éve vissza a tanulmányoktól, kitettek, de nem engem, egy nap alatt 400 ember tettek ki. Hát ez politikai ok volt, mert jobb lett volna, néha befogtam volna a számat. Csak elmentem mágocsra, és akkor mindjárt állvállaltam az orgonista állást. És hát akkor 50-ben átvettem az kántorit, mindjárt volt énekkarom, latin miséket tanultunk, és 55-ben megkértek, hogy alakítsak egy világi énekkart, mert 1960. november 12-én Korály Zoltán és feleséget hát jelenlétében kaptam meg azt a kitüntetést, hogy Magyarországon Korály életében elsőként kaptak Korály elnevet. Korály büszke volt arra, hogy mint egyházzenész, mint kántor is a világi énekkart vezethettem, mert ez volt egy egyedüli kivétel. Sokat dolgoztam, a falumat szerettem, szerettem az embereket és a zenét. És volt egy nagyon jó zenekarunk, a Mohácsi Kis Szimfonikusok, és ezekkel egy gárdát alkottunk. Hát Haydn-es estéket tartottunk, Kodály estéket, a lengyel zenészeket tartunk, önálló estéket, felejthetetlen élmény volt. Aztán 1963-ban kaptam egy ösztöndíjat Németországban, Darmstadtban, ez a modern zene világ központja, Stockhausen Buléző, nagy zene, hát nagy ágyuk modern zenébe, bocsánat, ez a klasszikus zene. És hát egy évig volt, kint voltam, hazajöttem, és akkor hát ide helyezkedtem Pécsre, a Székesegyházhoz kerültem, mint kántor, orgonista és idegenvezető. Így aztán itt töltöttem 32 évet. És hát most ültem mágocson, az a nagy énekkar, hát majdnem széthullott, és a fájt a szívem, ezért most néhány éve kijárok, és hát
nagyobb ünnepekkor mindig hát énekel, ez a kis 30 tagú énekkar, nem 70 tagú, de nagy lelkesedéssel, és én úgy érzem, ezek az igazi testvérek. Hogyan, mikor született meg az első mű a tollából? Az első művem megvan. Az Ausztriában készült 1932-ben, februárjában, egy Tantum Ergo. Sokat írtam, hát Ausztriában sok minden elveszett, ugye a háború miatt, még hát nem is töröttem nagyon, kicsi anyag voltam, mindig nem nagyon töröttem a dolgokkal. Most hát próbálom összeszedni. Most is szeretek írni, éppen már most orgona följavították, illetve rendbe tették, csodálatos orgona van ott. És azért februárban írtam egy zeneszámot. Nagyon tetszik, sok nagyban most kérti még Magyarországon, még külföldön is. Hát az ember alkot valami, szoktam mondani, nem, még egyszer, nem Beethoven-i művek, de szívből jön, és ez a fontos. Gondolom, mindenki szeretne valami nagyot alkotni, de talán egy laikus el sem tudja képzelni, mit jelent komponálni. Hogyan történik ez? Hát nálam éven, először is én szöveget is szeretek írni. Hát először mondjuk egy Ave Maria, mert hát több Ave Maria, de kettő az tényleg hát befutott. Az egyik, ami Németországban ki is adtak. A másikat 55-ben írtam, azt most Moszkvába fogják előadni, nemzetközi verseny lesz. Hát az enyémét választott egy magyar énekesnő, aki hát pécsi, nagyon vasárnap indul meg ez a verseny, egy hétig fog tartani. Hát bele kell magát élni az embernek. Vagyis a belső intuíció után kell menni. És akkor hát az ember spekulál, és akkor először a szöveget megcsinálom, és akkor leülök zongorán és lejátszom. És aztán hát az ember javítgat, mert mindig mágosan is kifogása az énekesek. A Matyi állandóan javít. Hát mondom, bocsánat, szabad tréfálkozni, a Beethoven-ról tudjuk, hogy azt tartom a legnagyobbnak mondjuk, de ő mindig javított. Csak azért mondom ezt, nem akarom bocsánat össze, mert szerintelenség lenne. Hát az ember még rájön át, hogy lehetne tökéletesebbet is alkotni. Hát szerettem írni, most is foglalkozom, éppen bocsánat, tragikus haláleset volt múlt héten az a rokonságban. Mindjárt eszembe egy gyászinduló. De most amúgy is írtam egy gyászinduló, és sok indulót is írtam, fel is vannak véve egy-két pár. Most írtam egy gyászindulót, amit már szeptemberben elő fognak adni, mert akkor avatják a II. Világháborús emlékművet. Írtam egy kórusszámot is erre az alkalommal. Hát szoktam mondani, nem nagy művek, de szívből jöttek. Kicsit romantikusan írok, hát egy romantikus lelkületi egyén voltam, néha kifogásolják is zenészek, bocsánat, papok is, mondtam, kérem, mindenki azt ad, amilyen van. Hát én romantikusan írok, de hát... Az mit jelent romantikusan írni? Tehát így tudni, kicsit szárnyalóan, és lehet azt mondani, talán nem egészen mélyen, könnyedén, mert ez a romantika, tetszik tudni, de hát azért mégis szívemből jön. Az embert rengeteg élmény éri az élete során. Önnél mi volt olyan meghatározó, ami a munkájában is előre vitte? Hát talán legjobb élményem volt Kodály Mágocsi hát látogatása. Rengeteg élményem volt, hiszen hát voltam külföldön is elég sokat. Talán egy nagyon nagy élményem volt, ezt el kell mondanom, a harmadikos gimnazista voltam, nyáron mi nem igen jöhettünk haza, mert papi intézet volt, egy csak egy pár hétre. 34-ben még hát áldozattól esett Dollfuss kancellár, talán hallott volt, az egy kis emberke volt, de csodálatos ember. Hát az ottani nemzeti szocsizám még gyilkolták. A bécsi domba volt egy óriási, mit sem, mert mi nem messzebb. Bécsváhelytől volt az intézet, és akkor megkérték a Matyit, hogy kimenetele játszon egy gyászindulót. Ez volt talán életem, mert úgy átölelt a bécsi, bécsváhelyi közönség. Hát talán így túlzásra vitték, azt mondták, ez túlzás. Megszületett a második Liszt. Hát ez egy nagy élmény volt. Hát talán nem illik erről beszélni. Tavaly hát a Mágocsi közönség, Mágocs községet hát kedvel engem, nem nyugodott, persze az énekkar sem, meg a tanács sem, tehát az mindenki önkormányzat, hát előterjesztették a kormánynak, hogy tüntessen neki egy nagy hát kulturális tevékenységemért. Hát aztán ez 1900,
98. március 15-ig kitüntettek az érdemrend aranykeresztjével. Hát öröm volt, szoktam mondani, nem én érdemeltem, hanem az énekkar még, akik ottan. Hát sokat szenvedem, mert aránylag különbözőleg vagyok az oktatásban. De hát, mint testvérek szeretjük egymást. Tehát hálát kell adnom, hogy a sok nehézség dacára, hát mégis megtartott eddig, és hát adott erőt, hogy tudjam szolgálni zenével az Istent, még az embereket.